Sziasztok! Üdv a coaching szobában! Végre itt vagyunk. Meghívtam Timit. Timi volt az én első coachom, és egyetlen coachom igazából, hogyha ezt így lehet mondani. És gondoltam, egy kicsit a mai videóban körbejárjuk ezt a coaching témát, hogy mi is ez a coaching, mikor érdemes coachhoz menni, és hogyan lehet esetleg coachot választani. Mert ugye nem mindenkihez ugye egy valaki illik, ez is egy kicsit ilyen párkeresés, szerintem legalábbis. Igen, ez igaz, kell a kémia. Mint ahogy mindennél. Igazából valahol a fodrászunkat, meg a kozmetikusunkat is úgy választjuk, nem? Tehát, hogyha nem jó fej, akkor igen, elmegyek máshová. Sziasztok, én is sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Én trénerként és coachként dolgozom, és most ugye a coaching szakmáról fogunk beszélni egy kicsit, meg hogy mikor érdemes coachhoz fordulni, hogy mi is ez a coaching. És hát először is azt kell mondanom, hogy a coachinghoz kell egy jó helyszín, mert hogy a coaching két ember közötti beszélgetés, és nagyon fontos az, hogy jó legyen a hangulat. Úgyhogy az, hogy itt nálad van egy ilyen lehetőség, az nekem egy óriási megkönnyebbülés volt, mert teljesen egyértelmű, hogy hol tudok találkozni a coachalanyokkal. Tehát azért az nem titok, hogy Timi nagyon sokat segített abban, hogy ez így nézzen ki. Tehát a Timi ötleteit láthatjátok megvalósulni a coaching szobában, illetve a workshop szobában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a sok tippet és a segítséget. Köszönöm, hogy van egy ilyen hely. És maga ez a coaching, ez micsoda? Annyira úgy érzem, hogy egy kicsit már nagy lufi lett, mindenki coacholni szeretne, mindenki coachhoz jár, hogy mi az a coaching? A coaching maga, mint szó, az egy angol szó, és a sportból jön, a coach az edzőt jelent. És egyébként, amikor az üzleti életben megjelent maga ez a kifejezés, mert hogy onnan jön, és onnan, mint oly sok minden dolog, szivárgott át így a magánéletünkbe, annyit jelentett, hogy hogyan tudunk úgy edzeni embereket teljesítményre, hogy ez a saját erejéből történjen. Tehát hogyan tud egy edző úgy segíteni játékosokat, hogy a saját erőforrásaikat tudják mozgósítani, és ne csak az történjen, hogy az edző ordít neked valamit, hogy balra, vagy jobbra, erősebben, gyorsabban, hanem hogy valahogy az ember a belső erőforrásaiból is táplálkozzon. És egy teniszedző írt egy könyvet a coachingról, a coaching szemléletmódról, amit ő egy egész másfajta edzésmódnak fogott fel, hogy gyakorlatilag a teniszjáték is egy időn túl, a technikán túl azon múlik, hogy sikeres vagy-e vagy sem, hogy fejben mi történik, tehát hogy fejben dől el. És ez az ötlet, hogy igazából fejben dőlnek el a dolgok, és hogy az egyén hogyan gondolkozik saját magáról, az meghatározza azt, hogy mennyire lesz sikeres, ez ültetődött el gyakorlatilag így az üzleti életbe. És a coaching az arról szól, hogy ha van valami cél, amit szeretnél elérni, viszont úgy érzed, hogy ezt érdemes valaki olyan átbeszélni, aki jó kérdéseket tesz fel és elgondolkodtat, akkor érdemes coachhoz fordulni. És ez nagyon sokféle téma lehet. Lehet szakmai, például karrierváltás, vagy vezetőként nehézséged van egy munkatársaddal, vagy munkatársként konfliktusod van egy munkatársaddal, lehet magánéleti téma, például párkapcsolati, vagy barátságokkal kapcsolatos, vagy vannak kifejezetten olyan coachok, akik az egészséges életmódra specializálódnak, hogy hogyan tudsz életmódot váltani, vagy tulajdonképpen bármi olyan kérdés, aminél azt érzed, hogy tök jó lenne ezt valakivel megbeszélni, viszont a baráti beszélgetések már nem adnak neked annyit, hogy az úgy elég legyen, meg megtaláld a megoldásodat, és akkor ilyenkor érdemes egy szakemberhez fordulni. Viszont az nagyon fontos, hogy nem mindenre való a coaching, tehát amikor van egy olyan gondolatod, hogy te szeretnél változtatni az életeden, és szeretnél a jövőben valamit elérni, és van egy nagyjából kialakult képed, amit célnak hívunk, vagy van kb. Egy gondolatod, hogy miről lehetne beszélni, akkor érdemes coachhoz fordulni, de például, hogyha múltbeli témákat szeretnél feldolgozni, történt valami olyan dolog, ami rosszul érint az életedben, és nehéz azon túllépni, akkor viszont pszichológushoz kell fordulni. Szóval ebben van egy ilyen különbség. A coaching az egy ilyen jövőirányú, előremutató módszertan, és gyakorlatilag a cél az lenne, hogy minél kevesebb találkozó volt, tehát egy ilyen körülbelül 4-8-10 találkozóval megold azt a problémádat, ami felmerült benned, ami most így a kihívás az életedben. Tehát ez egy rövid folyamat, hogyha két hetente találkoztok, akkor is egy ilyen 4-5 hónapon belül lezárul. És mi a különbség igazából szakember szempontjából a pszichológus és a coach között?
Ugye a pszichológus egy képzett szakember, egyetemen tanulod ezt a szakmát, oklevelet szerzel róla, és alkalmas arra, hogy múltbeli témákról, elakadásokról, meg ilyen komolyabb pszichés zavarokról tudjon veled beszélgetni, és abban segítsen. Tehát, hogyha például kiéget vagy, és a kiégéssel akarsz foglalkozni, a kiégéseddel, hogyha depressziósnak érzed magadat, tehát, hogy hosszantartó olyan hangulatingadozásaid vannak, amik így inkább lefelé tartanak, és sötéten látod a világot, folyamatosan felmerül benned egy olyan módbeli tragédia, amit nem tudsz lerázni magadról, és érzed, hogy hat a mindennapjaidra, akkor pszichológushoz érdemes fordulni. Egyébként pszichológushoz ilyen jövőbeli kérdésekkel is lehet, mint a coachhoz, mert hogy ők is ugyanúgy tudnak ebben segíteni, viszont coachhoz ilyen témákat nem vihetsz, és hogyha ilyen témát viszel, és egy coach mégis elfogad, anélkül, hogy nem lenne képezve pszichológusnak, akkor az egy komoly szakmai probléma, és valószínűleg nem egy jó szakember. Tehát egy coachnak fel kell ismerni azt, mivel hogy mi ezt nem egyetemen tanuljuk, hanem ilyen szakképzéseken, továbbképzéseken, nincsen egyetemi diplománk róla, ezért nem szabad olyan témákkal foglalkoznunk, ami pszichológust érint, meg kell, fel kell ismernünk a határainkat. Tehát ha egy jó coachnál vagy, akkor ez az első ülésen kiderül, ő ezt mind el fogja neked magyarázni, hogy mik a különbségek, mik a határok, és hogyha a határaihoz ér, tehát hogy ő már abban neked nem tud segíteni, ezt így tudom lefordítani, akkor szólnia kell neked, hogy ez már nem a mi témánk. És egy jó coachnak az lesz az első kérdése, hogy mi a célod, mit szeretnél elérni, tehát hogy egy ilyen jövőbeli gondolkodás van, hogyha egy ilyen ülésen veszel részt, az ülésnek hívjuk azt, amikor ülünk a fotelben, és itt találkozunk, tehát egy ilyen találkozón veszel részt, és a jövőről beszélgettek, meg egy általad áhított jövőbeli állapotról, akkor valószínűleg jó helyen vagy, és akkor a coach is jó lesz. Persze egy csomó minden más dolog is kell, de ez egy ilyen tök nagy alapvetés. És még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy maga ez a coaching, ez hogyan néz ki? Tehát, hogy nagyon sokszor ugye tapasztaltam azt, hogy kávézókban találkoznak, vagy hogy akár egy coaching szobában, kívülbelül boldogság coaching szobában, de hogy maga ez az egy-másfél óra, ez így 8-szor, ez így hogy néz ki? Tehát mi a folyamata? Ez egy kicsit azt hiszem, hogy ilyen személyiség függő, mert tökre azon is múlik, hogy mi a kapcsolatunk, tehát, hogy mondjuk a mi coachingjaink az egy kicsit másképp néztek ki, mint mással a coachingok értelemszerűen. Értelemszerűen. És hogy az is nagyon, nagyon változó, hogy melyik szakember mennyi ideig dolgozik. Van, akik 50 percben dolgoznak veled együtt, és 50 percet találkoztok. Én például ilyen 90 perces coach vagyok, kötőjel 120, tehát hogy ahogy beleférünk így a másfél-két órán belül, én ezt egy kicsit lazábban veszem, de körülbelül ennyi időt töltötök együtt. A gyakoriság is témafüggő, de általában azért ilyen két hetente, vagy legritkábban hetente vannak ilyen találkozók, és ahogy mondtam, az is fontos, hogy ez ilyen korlátozott számú, tehát hogy már az elején a beszélgetésnél azt így tisztáznotok kell, hogy mennyi ideig fogtok találkozni, hányszor fogtok találkozni, és hogyha ezt nem tisztázza le egy coach veled az elején, akkor az megint egy kicsit gyanús szerintem, tehát azt látni kell. És utána a beszélgetés meg a menete az ilyen módszertanilag mindig egy kicsit más és más. Attól függ, hogy a coach milyen módszertannal szeret dolgozni, de van nagyjából egy eleje, amikor így megérkezünk, belevünk a fotelba, egy kicsit beszélgetünk, van egy közepe, meg van egy lezárása. Én például szeretek házi feladatot adni. Igen, tudom. Igen, igen, igen. És akkor vagy megcsinálod, vagy nem, ugye? És igen, azt is tudom. És ha nem csináld meg a házit, akkor arról beszélgetünk, hogy miért nem csináltad meg a házit, de nem számon kérően, hanem hogy tényleg mi az oka lehet, hogy egy olyan házi feladatot kaptál, aminek van valami olyan üzenete számodra, ami egyértelműen valami belső elakadáshoz igen kapcsolódik. És az, hogy kávézó vagy coaching szoba, ez megint csak stílustól függ, meg témától függ. Én például a kezdő coachként nem nagyon tudtam coaching szobát bérelni, mert nem is tudtam annyit kérni a coachalanyoktól, vagy például van, aki teljesen ingyenesen coacholtam, és ez a mai napig előfordul, hogy ha valakinek úgy akarok segíteni, akkor ezt díjmentesen teszem. És akkor például a kávézó így adja magát, mert akkor egy kávéárát kifizettek mind a ketten, és van egy helyszín, de értelemszerűen egy ilyen szobában, ahol be tudod csukni az ajtót, van egy ilyen kis nappali hangulat, lehet egy jó kávét főzni, teljesen más a hangulata, és sokkal bensőségesebb lehet a beszélgetés, de ez megint csak adottságok
kérdése, és Skype-on is létezik coaching, és például nekem is voltak már olyan vidéki ügyfeleim, hogy nem tudtuk megoldani a találkozást, és akkor egész egyszerűen Skype-on összekapcsolódtunk. Az értelemszerűen sosem olyan, mint hogyha így élőben összeülnénk, de azért annak is van hatása, és Skype-on is lehet akár. Vagy bármilyen online felületen. Ez a lényeg, hogy a neten FaceTime, keresztül. FaceTime, Messenger, igen, Skype, WhatsApp, Viber, Zoom, tehát sok-sok ilyen felület van, amin lehet. Igen. Köszönöm szépen, Timi. Nekem még egy olyan utolsó utáni kérdésem van, hogy beszéltünk a különböző fajta coach irányzatokról. Te miben érzed magadat a legotthonosabban? Milyen témákban? Uh-huh. Kiknek segítesz leginkább? Uh-huh. Ami nekem ilyen természetes beállítodás, és nagyon könnyen jön, az a karrier téma. Tehát nekem is abban segítettél. Igen. Igen, tehát karrierváltás, dilemmák, maradjak, nem maradjak, menjek, nem menjek, mi az én utam, mi az én célom, ez ilyen természetszerűen jön. Illetve vezetői problémák, az, amikkel szoktam még foglalkozni, tehát vezető csapaton belül konfliktust hogy kezeljen, embereket hogyan vezessen hatékonyabban, tehát hogy ez is, illetve vállalkozók, vállalkozásukkal kapcsolatos kérdésekkel. Nem vagyok üzleti tanácsadó, de sok olyan kérdés van, amiben tudok egy olyan fajta gondolkodásban segíteni, hogy valami ott megszülessem. Úgyhogy még ez az, ami így magától jön, ezek azok a témák, amik nekem is tetszenek, és akkor erre rengeteg mindenféle eszközzel tudunk dolgozni, és hát a cél az az, hogy így megtaláld azt, ami neked jó, meg amire szükséged van, meg ami a célod. Ami szerintem még fontos és megfontolandó az az, hogy ez ilyen kétirányú dolog, ugye ez egy pénzkiadással járó téma, hiszen a coachodnak fizetsz, és mondjuk a 8 alkalomra leszerződés, vagy 6, tehát az, hogy van egy ilyen belátható vége, az mondjuk segít abban, hogy anyagilag átlás, hogy ez mekkora beruházás, de úgy gondolom, hogyha elég komoly a témád, akkor azért érdemes, mert ez a pénzkiadás az jár egy olyan típusú fájdalommal, hogy már az egy kicsit ösztönözni fog arra, hogy haladj előre, meg hogy komolyan vedd a témát. Úgyhogy bár igen, ez lehet fájdalmas, és azért mondjuk több mozizására. Tehát, hogy ez lehet egy ilyen komolyabb kiadás, de mégis azért nagyon sokat adhat, mert érzed a bőrödön, hogy most már nem babra megy a játék, szó szerint, és ez így tud segíteni. Úgyhogy érdemes kipróbálni, megpróbálni, és ami még jó az, hogy bármikor mondhatod azt, hogy meg szeretnék állni, és ez a te általad irányított folyamat, szóval, hogy itt te, mint coachalany, te vagy így igazából a vezető, én csak így segítelek az utadon, és hát nézzétek meg, ilyen jó helyekre el lehet jutni. Értelemszerűen nem coacholtam végig a 2,5 évben Szandrát, de hogy az indulásnál ott voltam, és akkor szépen el lehet jutni egy bemutatóteremig, egy coaching szobáig, egy workshop szobáig, ami velünk átellenben van, szóval egészen szép eredményekre lehet jutni egy ilyen kezdeti befektetéssel. Látjátok? Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ma, és egy kicsit mélyebbre ástuk magunkat ebben a coaching témában, a coach témában. És hogyha szimpatikus nektek, Timi, akkor teljes szívből ajánlom, mert egyrészt tapasztaltam is, hogy milyen jó coach, másrésztről pedig tényleg próbáljátok ki. Az első találkozás az ingyenes nálad. Hogy egy próbát megér. És hogyha nem én vagyok a szimpatikus, de szeretnél coachingra menni, csak bátorítani tudlak, hogy próbáld ki, és keresd meg a neked szimpatikus szakembert. Szerencsére, ahogy Szandra az elején mondta, most már jó sok van belőle, úgyhogy tudsz kedvedre válogatni, és kipróbálni, hogy kivel milyen a közös munka. Hogyha pedig közel van hozzátok az Oktogon, akkor gyertek ide, és legyen itt a coaching ülésetek. Hogyha valaki nyitott az Oktogon, akkor ide jövünk, az egész biztos, és akkor lehet, hogy te is tudsz ebben a fotelben ülni. Bizony. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!